A videó előtt némi magyarázat. Az ezután következő videó a II. világháború előtt és az alatt a Magyar Királyságban tervezett repülőgépekről fog szólni, de ez, akár csak szinte minden magyar repüléssel foglalkozó videó az 1930-as évek elejétől indul. Ennek igen egyszerű az oka. Csak ekkor kezdődött az érdemi magyar repülőgépgyártás, mivel ezt megelőzően a magyarok hivatalosan nem fejleszthettek, gyárthattak vagy tarthattak hadrendben katonai repülőgépeket. Persze csak azért, mert valami tilos, még megtörténhet, és meg is történt. Ez a videó a címben is szereplő 1927-es és az előtti magyar katonai repülésről szól, azon belül is elsősorban arról, hogy a magyarok milyen módszerekkel igyekeztek repülőgépekhez jutni, illetve azokat eltitkolni az ellenőrző bizottság elől. A videó teljes címe a következő lehetne: Szemelvények a Magyar Királyság által használt katonai repülőgép típusokból és a rejtésükre használt praktikákból az 1918 és 1927 közötti időintervallumban, de a YouTube korlátozza a videó címének hosszát, ezért rövidítenem kellett. Ez egy kevésbé látványos, ezért ritkán tárgyalt, de véleményem szerint érdekes téma. Azonban e típusok már nem harcoltak a második világháborúban, ezért e videó megértéséhez nem szükséges a következő ismerete. Köszöntök minden érdeklődőt ebben a két világháború közötti magyar katonai repülésről szóló videóban, amelyet azonban szokás szerint jóval korábbról kezdek. Az 1800-as évek közepén nem létezett szuverén Magyarország. A terület a Habsburg birodalom irányítása alatt állt, hasonlóan a cseh vagy éppen a szerb területekhez, az ekkor megerősödő nemzetiségi mozgalmak viszont óriási problémát jelentettek a birodalomnak. Az osztrákoknak az 1848-as, 49-es magyar forradalmat és szabadságharcot orosz segítséggel ugyan még sikerült levernie, de az ezt követő olaszokét viszont már nem, ami a belpolitikai nyomással együtt az 1867-es osztrák-magyar kiegyezéshez vezetett. Ez a videó témája szempontjából azért fontos, mert bár az első repülőgépek csak fél évszázaddal később jelentek meg, de a kiegyezés új helyzetet teremtett. Korábban Magyarország a birodalom éléskamrájának számított, köszönhetően kiemelkedően jó termőföldjének, érdemi ipar viszont nem létezett. Az osztrákok figyeltek arra, hogy a hatalmat jelentő ipar és azon belül a fegyvergyártás az osztrák területeken maradjon, ami alól csak egy kis cseh régió jelentett kivételt. Utóbbi miatt használt a monarchia szinte kizárólag cseh skoda lövegeket. Az új helyzetben viszont a birodalom legerősebb leigázott országa, Magyarország részben önállóvá vált. Erre utalt az is, hogy a Habsburg birodalmat átnevezték az osztrák-magyar monarchiává, jelezve a magyar királyság megerősödését. Ez azért volt fontos, mert ekkor zajlott a második ipari forradalom, amiből Magyarország is igyekezett kivenni a részét. Ezen korszak ikonikus nevei közé olyan képészmérnökök és feltalálók tartoztak, mint Bánki Donát, a Lang család vagy a kicsit későbbi Kandó Kálmán, de a téma szempontjából a legfontosabb a magyar hadipar. Ennek részeként 1891-ben megalapították a fegyver és gépgyárat, röviden féget, amely a magyar hadsereg számára gyártott osztrák puskákat, később viszont Frommer Rudolf pisztolyai révén magyar tervezésű fegyvereket is, a magyar hadihajógyártás azonban még ennél is nagyobb siker lett. Ez egy külön videó témája lehetne, de a lényeg, hogy már 1835-ben felmerült egy magyarországi hajógyár ötlete Budapest harmadik kerületében, a Kis Szigeten, amelyet ezért később hajógyári szigetre neveztek át. Az első magyar gőzhajó az itt épített Árpád lett 1837-ben, de robbanásszerű fejlődésre csak 1867 után került sor. Ekkor az óbudai hajógyár kiegészült más cégekkel, köztük a magyar-belga gép- és hajóépítővel, valamint a Pest-Fiumei hajógyárral és schöningen hermann újpesti gyárával. A magyar hajógyárak kezdetben kisméretű egységeket, majd folyami monitorokat, egyfajta páncélozott hajó típus gyártottak, ezek közül az 1871-es Leitha Lajta Monitor Múzeum hajó néven máig létezik. A magyar hadi számára kulcsfontosságú volt az agresszív magyar politika, amely elérte, hogy a monarchia hadihajóinak egy részét a magyarok gyárthassák. E folyamat csúcsát a szerencsétlen sorsú Szent István csatahajó jelentette. A Szent István a legnagyobb Dreadnought típusú csatahajók közé tartozik. Ennek a kontextusba helyezéséhez. A teljes történelem során mindössze tíz nemzet épített legalább egy ilyen egységet. Ebben a környezetben jelentek meg a repülőgépek, a világ első modern értelemben vett repülőgépe, a Wright Flyer, 1903-ban emelkedett a levegőbe, de csak az 1905-ös franciaországi demonstrációját követően vált világhírűvé. Azért éppen Franciaországban, mert ekkor ez volt a világ aviatikai központja. A levegőnél nehezebb légi járművek úttörői közé tartozott a francia Louis Blériot is, aki 1909. júliusában komoly hírnévre tett szert, miután elsőként repült át a Le Mans csatornát, de a videó szempontjából fontosabb, hogy mindössze négy hónappal később, 1909. októberében Magyarországon tartott demonstrációs repülést. Az első magyarországi repülésnek 200 ezer fő volt szemtanúja. További mindössze kettő hónappal később, 1909. december 5-én Rákos mezőfűvéről levegőbe emelkedett Adorján János a legelső magyar tervezésű repülőgéppel. A világ hadseregei már a kezdeti szánypróbálgatások láttán élénken érdeklődtek a hatalmas potenciált rejtő technológia iránt, amely részeként Magyarországon 1912-ben a GANZ és a Weissmann-féd vállalatok megalapították az első magyar repülőgépgyárat, amely a lakonikus magyar repülőgépgyár nevet kapta. Semmi köze a témához, de én ezt mindig is humorosnak találtam. Hasonlóan az Atari 2600-as játékkonzol korai címeihez a cég elnevezése azt sejteti, hogy bár ez a legelső, de egyben a definitív megoldás. Később soha nem lesz szükség egyetlen további magyar repülőgépgyára sem. A vezető nagyhatalmakhoz képest az Osztrák Magyar Monarchia csak néhány éves lemaradásban volt a repülőgép fejlesztés, gyártás és szervezés terén, de az első világháború kirobbanása óriási problémát jelentett. Az osztrák-magyar légierő, a császári és királyi légijáró csapatok csak 1912-ben jelent meg a léggömbös alakulatok átalakításával, de az első világháború kitörésekor a birodalom teljes légiflottája 10 darab kötött megfigyelő léggömbből és 39 darab bevethető repülőgépből állt. A súlyos repülőgép hiány enyhítésére a Monarchia elsősorban német repülőgépeket gyártott, és főleg a kevésbé komplex felderítő típusokat preferálta, részben azért is, mert az elsődleges ellenfél olaszok is hasonló helyzetben voltak. Az ausztriai gyárak azonban nem tudtak elegendő repülőgépet gyártani, ezért Magyarországra fontos szerep hárult. A magyar repülőgépgyár mellett, a Szódon megalakult a magyar Lloyd repülőgép és motorgyár, Mátyásföldön pedig a Mág, a magyar általános gépgyár épített repülőgépeket, emellett külön repülőgép motorgyártás is folyt, például a Ganz fiat magyar repülőgép motorgyárban. 1915-ben emellett Albert falván megalapították az Ufák céget, amely az ungarische Flugzeugwerke kerevidítése volt, ami egyébként németül szintén magyar repülőgépgyárat jelent. Hamarosan az Ufag vált a monarchia legnagyobb repülőgépgyárává, amely elsősorban német Brandenburg típusú repülőgépeket szerelt össze. Az első világháború nem tartozik szorosan a videó témájához, de érdemes kiemelni, hogy az első világháború alatt az osztrák-magyar monarchiában összesen legyártott bő 5000 darab repülőgépből, körülbelül 2000 darab, tehát a 40% magyar eredetű volt, és a repülőgép motorok aránya is hasonló volt. Az érem másik oldala, hogy a repülőgépek közel 100%-a osztrák vagy német eredetű volt. A Lloydnál ugyan több magyar repülőgépet is terveztek, de ezek nem váltak sikeressé. Az első világháborúra, a magyar ászpilótákra vagy a trianoni békeszerződésre időhiányában nem térek ki, a lényeg, hogy 1918-ban az elvesztett háború végén a magyar királyság visszanyerte a szuverenitását, de az Antantországok mindenek előtt a súlyos veszteségeket szenvedő franciák nyomására a győztesek mindent megtettek, hogy a háború soha többé ne ismétlődhessen meg. Ezzel paradox módon részben megágyaztak a második világháborúnak, de a videó szempontjából az a fontos, hogy a németeket, osztrákokat és a magyarokat is nem csak komoly jóvátétel fizetésére kötelezték és elcsatoltak egyes területeket, de gyakorlatilag megszüntették a hadseregüket. A szabályok értelmében minden modern harcjármű fejlesztése, gyártása és szolgálatban tartása tilos volt. A tengeralattjárók és a harckocsik mellett kategórikusan tiltották az összes motoros katonai repülőgépet. Emellett további szabályokat is hoztak, például azért, hogy megakadályozzák a polgári repülőgépek katonai alkalmazását, utóbbiak motor teljesítményét 60 lóerő per főben határozták meg egy együléses repülőgép maximum 60 lóerős lehetett, egy kétüléses 120 lóerős, egy háromüléses 180 lóerős, és így tovább. Az első világháborút lezáró békeszerződés kidolgozása azonban hosszú időbe telt, a magyarok azonban már ezt megelőzően 1918-ban megkezdték légierejük feltöltését, de mielőtt rátérek a videó oroszlán részét kitevő típusokra, egy kis kitérőt teszek a lőfegyverek világába mert ahogy mindjárt bemutatom, a magyarok több helyről próbáltak repülőgépekhez jutni, de fegyverekről szó sem lehetett, csak hogy Magyarországon nem gyártottak repülőgép fedélzeti lőfegyvereket. Ez egyébként a II. világháborúra is igaz volt. A gépágyuk például akkor a németektől jöttek, de a legnagyobb szükség órájában a magyarok ölébe pottyant egy hatalmas lehetőség. Az osztrák-magyar monarchia végnapjaiban Ausztriában egy osztrák katonatiszt, bizonyos Franz Gebauer megtervezett egy modern, nagy tűzgyorsaságú repülőgép fedélzeti lőfegyvert, amelyet M1918 jelzéssel hadrendbe is állítottak, de a háború végén a győztesek az összes példányt felkutatták és bezúzták, ráadásul az osztrák-magyar monarchia feldarabolásakor Gebauer szülőhelye alapján Csehszlovákia állampolgárává vált. Franz Gebauer bízott a tervében, de valódi hazájában, Ausztriában a békekötés után nem tartottak igényt a lőfegyverre. A magyar légierő viszont kapva kapott az alkalmon. Pénzt és embert ígértek Gebauernek, ha Magyarországra jön és itt valósítja meg a fegyvert, aki így is tett. már Gebauer Ferenc néven, a neve ellenére magyar Boris Aivaz üzemében helyezkedett el. Gebauernek nem volt kész azonnal gyártható fegyvere, csak a terve, de a nem sokkal korábbi monarchia időkből többen ismerték, ezért így is bizalmat szavaztak neki, aki neki is állt egy prototípus legyártásának a hivaszgyárában. A jó hír az volt, hogy a fegyver működött, de voltak rossz hírek is. Egyrészt a magyar légierő több változtatást írt elő, például az eredetileg két csövű fegyver helyett egy egycsövűt vártak el. A nagyobb gond viszont az volt, hogy kiderült. A fegyver szabadalmát már eladták, így azt 1922-ig nem lehetne jogdíjmentesen használni. A legnagyobb problémát viszont az jelentette, hogy bár 1918-ban véget ért az első világháború, de a békeszerződés ekkor még kidolgozás alatt állt, és mindenképpen még ennek a hatályba lépése előtt kellett készíteni a fegyvert. Gebauer és Aivaz ezért megkezdte egy új, a korábbiaknál is jobb képességű motorgéppuska kifejlesztését, de versenyt futottak az idővel, hogy még a béke diktátum hatályba lépése előtt mindenképpen elkészüljenek. Ez nem volt sikeres. A trianoni békeszerződés 1921-ben életbe lépett, de a fegyver addig nem készült el, ezért ekkortól kezdve az egész Gebauer motorgéppuska fejlesztés illegálissá vált. Mivel azonban a magyaroknak ez volt az egyetlen egyesélyük, a fejlesztés tovább folyt, de 1922-ben a Szövetséges Katonai Ellenőrzőbizottság felfedezte és lerohant a Gebauer Budapesti, Dembinski utcai műhelyét. A Honvédelmi Minisztérium megpróbálta elkenni a dolgot, például azt állították, hogy a masszív, 12 hengeres repülőgép motor hajtott gépfegyver valójában egy géppisztoly és hasonlók. Sajnálatukra e hazugságok nem győzték meg az Antant ellenőrző bizottságot, amely a razzia során begyűjtötte a fegyvereket, és azokat 1922-ben meg is semmisítette. A honvédség leszűrte a tapasztalatot. Mármint nem az, hogy nem kellene csalni, hanem azt, hogy a felfedezést minden áron el kell kerülni. 1924-ben ezért megalapították a később lőfegyvereiről ismerté vált Danuvia Bell és külkereskedelmi rt amely egy legálisan működő polgári cég volt, de a Retek utcában egy bérház pincéjében létrehoztak egy titkos műhelyt is, amely a számom motorkerékpárgyár nevet kapta, de a neve ellenére egyetlen egy célja volt, Gabauer motorgéppuskájának a kifejlesztése. Maga a fegyver kisegítő motor fedőnéven futott. Ez tulajdonképpen igaz, hát kisegítette a vadászpilótát. Az új repülőgép fedélzeti fegyver első prototípusa hosszú vajódás után 1924-ben készült el, de a gyártás csak 1926-ban kezdődött meg. Közben Boris Aivas kiszállt a projektből, és feltalálta a cigaretta füstszűrőjét. Az elkészült géppuskát tesztelésre beépítették egy holland Fokker D7-es vadászgépbe, amit innentől kezdve teljes titokban fegyveres kiképzésre használtak. Az elhúzódó fejlesztés ellenére a Gebauer géppuska rendkívül sikeressé vált. Majdnem minden későbbi magyar repülőgépbe, sőt, a földi harcjárművekbe is vagy ezt, vagy Gebauer későbbi modelljeit építették be. A Gebaueres kitérő után viszont most már tényleg jönnek a repülőgép típusok, amelyhez ismét visszatérek 1918-ra. Az első világháború éppen véget ért, de azonnal megkezdődött az immár tisztán magyar légierő felszerelése. Ezekkor még teljesen nyíltan történt. A magyar légierő maradéka 1919-ben például Szegeden gyűlt össze, ami akkor francia megszállás alatt állt. Ennek oka, hogy bár a magyarok elvesztették a háborút, de a béke szerződés még nem volt kész. A magyar légierő az első világháború végén igen rossz állapotban volt. Járműállományának nagy része megsemmisült és sok pilótája is meghalt, ezért a szűkös anyagi lehetőségek ellenére azonnal megkezdődött a légierő feltöltése. Ez viszonylag egyszerű volt. Összegyűjtötték a megmaradt első világháborús repülőgépeket, és a legjobb háborús típusokat gyártották. Emiatt sajnos a magyar légierő állománya kis és szedett vedett lett. Az UFAK például folytatta a saját C1-es felderítő repülőgépének építését, de 1919-ben kemény három darab épült, plusz kettő darab Brandenburg C1-es, de legyártottak hat darab Phoenix C1-est is, míg a mág többek között négy darab Berg D1-es, kettő darab Fokker D6-os, és még négy darab Fokker D7-es vadászgépet épített. A kezdeti lendület azonban hamar derékba tört. 1920 elején nyilvánosságra hozták a békeszerződés szabályait. Magyarország egyáltalán nem fejleszthet, gyárthat vagy tarthat hadrendben semmilyen katonai repülőgépet, fél éves repülési tilalmat vezettek be, és ez idő alatt a győztes országok megsemmisítik az összes magyar katonai repülőgépet. Erre reagálva a magyarok azonnal munkába lendültek. A repülőgépgyárakat leállították, és ezeknek vége volt. Ezzel nem is lehetett mit tenni, de a repülőgépek egy részét igyekeztek megmenteni a legjobbnak ítélt gépeket szétbontották, és mivel a szabályok betartását vizsgáló ellenőrző bizottságnak minden laktanyában, minden repülőtérre bejárása volt, ezeket polgári csűrökben, pajtákban, podlásokon helyezték el. A személyi állomány elsősorban a pilóták rejtésére a kereskedelmi minisztérium felállította a polgári, ismétlem, polgári légügyi hatóságot, a lühöt, amely létrehozott egy légitársaságot, Magyar Aerea Forgalmi Részvénytársaság, röviden MAEFORT néven, amit teljesen véletlenül a Honvédelmi Minisztérium utasításait követte. Mivel a MAEFORT állományát fegyvereiktől idegenesen megfosztott vadászgépek és bombázók alkották, ezek teljesen alkalmatlanok voltak polgári utasszállításra, de arra ott volt a Magyar Légiforgalmi Forgalmi Részvénytársaság, a MOLERT, a Malév elődje, egy igazi légitársaság, igazi polgári utasszállító repülőgépekkel. A Moefort, az állégitársaság társaság ezért postajáratokat üzemeltetett, de kezdetben csak katonai leveleket szállítottak és meglepően sok új pilótát képeztek ki. Kicsit furcsa volt, hogy a légitársaságnak egy száll civil megrendelője sem volt, ezért 1920 végén nagykegyesen polgári postajáratot is indítottak. Leveleket és újságrendeléseket hordoztak. A cég masszívan veszteséges volt, de ez ugye nem jelentett gondot, hiszen nem a profit szerzés volt a cél, hanem a katonai pilóták kiképzése, ezért 1921-ben a magyar állam 14 millió koronás vissza nem térítendő támogatással is segítette a munkájukat. A Moefort azonban nem sokáig létezett, ugyanis az Antant ellenőrző bizottság hamar rájött a turpiságra, és megsemmisítette a teljes repülőgépállományt, a vállalatot pedig 1921 végén kényszerfelszámolással megszüntették. Érdekességként megemlíthető, hogy kettő évnyi létezése alatt, majdnem 4100 repülés során az állítólagos légitársaság kemény 43 utast és alig valamivel több, mint két tonna levelet szállított, magyarul 100 repülésből 99-szer nulla utas utazott a légitársaságon, és a maradék egy esetben is csak egy. Ez volt a magyar légierő sötét órája. A szabályok értelmében nem csak a repülőgépgyárakat és a gépeiket semmisítették meg, de minden megtalált katonai repülőgépet is bezúztak. A feladat olyan nagy volt, hogy az eredetileg hat hónaposra tervezett repülési tilalmat több alkalommal meg kellett hosszabbítani, amit a magyar kormány és a hadsereg passzív ellenállása is lassított. Míg a videó első felében említettem, hogy a békeszerződés értelmében a repülőgépek teljesítményét korlátozták, Például a motor teljesítményt 60 lóerő per főbe maximálták. Emellett további korlátozásokat is hoztak, de ezt például a magyarok úgy kerülték ki, hogy legyártottak egy 240 lóerős kétüléses könnyű bombázót, majd mind a pilóta, mind a hátsó lövész mellé beépítettek egy-egy szűk szükségülést. Ez teljesen alkalmatlan volt a feladata ellátására, de ezeken soha senki nem is akart ülni. A lényeg csak az volt, hogy így a repülőgép papíron négy személyessé vált, azaz betartották a 60 lóerő per fős szabályt, ezért ezt 1912-től egészen 1926-ig használták bombázás oktatásra. Kár, hogy egyetlen egy ilyen repülőgép volt, ami elkerült az összetörést. A békeszerződést Magyarország 1921. július 26-án ratifikálta, a repülési tilalmat csak 1922 végén szüntették meg, de már közben megkezdődött az új repülőgépek beszerzése. Elindult a külföldi puhatolózás, hogy melyik ország repülőgépgyárai lennének hajlandók a tiltást megszegve repülőgépeket szállítani, közben pedig újra szervezték a magyar repülőgépgyártást is, mert a szabályok csak a katonai repülőgépek gyártását tiltották, a civilekét 1922-től nem. Az első világháború alatt működő nagy magyar repülőgépgyárak kiestek, hiszen gép- és szerszámállományukat megsemmisítették, és a tilalom ideje alatt a túlélésük érdekében kénytelenek voltak átállni más tevékenységekre. Ez alól kivételt jelentett az Albert Falvai ufaggyár, amelyről később majd még lesz szó, viszont emellett a honvédség is szervezkedett. Nem akarták megismételni a Maerfortos lebukást, ezért a pilótákat szétosztották. Voltak, aki a csendőrséghez, más a folyamőrséghez, megint más a pénzügyőrséghez került. Az már más kérdés, hogy például az adócsalókra vadászó pénzügyőrségnek, az APEC és a NAV elődjének minek kellettek első világháborús veterán vadászpilóták. A kiképzés a Magyar Aero Szövetség nevű, tisztára sportegyesület és nem vadászpilóta képzőegyesület keretében történt. A régi és új pilótáknak azonban szüksége volt repülőgépekre, de ahogy a hasonlóan rejtett harckocsiknál is, a több éven át karbantartás nélkül csűrökben és más létesítményekben bolytatott, illetve szétszerelve vasúti kocsikban az országon belül ide-oda szállítgatott repülőgépek gyakorlatilag megsemmisültek. Ennek oka, hogy ezek még első világháborús típusok voltak, vékony favázra feszített vászamburkolattal és húzalmerevítéssel. Megoldásul az ellenőrző bizottságtól távol Székesfehérvár mellé telepítették a Székesfehérvár Sóstó központi repülőgépjavító üzemet, röviden Regiüt. Ez korábban a nevének megfelelően kizárólag sérült repülőgépeket javított, új helyén viszont gyakorlatilag újraépítette a még használható rejtett repülőgépeket, majd teljes titokban Hansa Brandenburg B1-es típusú iskolagépeket kezdett építeni. A regjű még külföldi típus gyártott, de közben elindult egy kísérlet helyben fejlesztett repülőgépekkel is. Az említett UFAG repülőgépgyár romjain létrehozták a Neuschloss Lichtig repülőgépgyár és faipari részvénytársaságot, ahol a korábban is a gyárban dolgozó Oravec Béla több repülőgépet tervezett. A kettő darab Szebeny Oravec iskolagép után elkészült az Oravec 1-es iskolagép, amelyet az Oravec 2-es követett, de sem a gyártási minőség, sem Uravac repülőgép tervezői tudása nem volt elégséges, ezért miután több repülőgép is lezuhant balesetekben, 1926-ban leállították a programot, és a döntéshozók kénytelnek voltak külföldi típusok után nézni. Már ez előtt, 1922-ben az ellenőrző bizottság engedélyével létrejött a Malert valódi légitársasághoz tartozó szombathelyi repülőiskola – de ez csak alapfokú kiképzést adott, ezért szintén legálisan szegeten létrehozták a repülő meteorológiai állomást. Az új feladatra megvásárolták a Bristol F2B-t. Ez egy első világháborús típus továbbfejlesztett változata volt, amelyet eredetileg vadászgépnek terveztek, később azonban felderítő, összekötő és könnyű bombázó szerepkörben is alkalmazták. A magyarok legálisan kettő darab ilyen Úgymond meteorológiai repülőgépet szereztek be, a többi típushoz hasonlóan, fegyverek nélkül, hiszen tudták, hogy a Gebauer géppuska ezt a kérdést meg fogja oldani. Az angol cég pótalkatrészeket is küldött a két géphez. Annyit, hogy Magyarországon négy további komplett repülőgépet is összeszereltek, hatra növelve a vadászgépek számát. A brit F2B ennek ellenére hazánkban nem vált sikeressé, mert a gépeket hiába utaztatták folyamatosan Szeged, Szolnok és Székesfehérvár között, az ellenőrző bizottságnak egy idő után feltűnt, hogy a kettő darab repülő valójában hat darab, és bár nem semmisítették meg a plusz példányokat, kötelezték a magyar felet, hogy az összes gép motorját az eredetinél gyengébb, 200 lóerős erőforrásokra cseréljék, amitől viszont a repülőgép elvesztette a kiemelkedő emelkedő képességét, ezért ezután már tényleg csak meteorológiai mérésekre volt jó. A véltucat repülőgép 1927-ig maradt hadrendben, de már csak mint iskolagépek, hasznosítva a hátsó lövész pozícióját. 1926-ban a német Junkers vállalat szintén átadott egy úgymond meteorológiai repülőgépet. Ez ekkor egy igen modern típus volt, már egy fedelű, alsó bekötésű szárnyakkal és duralumíniumból készült szerkezettel, rajta a cégre jellemző hullámlemez borítással, de a viszonylag kis teljesítményű, megbízhatatlan motorja miatt ezt a magyarok ugyanúgy nem rendelték meg, mint az 1928-ban kapott egy darab Junkers hidroplánt. Utóbbi repülőgép érdekessége, hogy úszótalpai miatt Székesfehérvárral szálltak fel vele, a Velencei tóról, nyaranta viszont átköltöztették a Balatonra, mert a Balatoni vízi iskola a Bavi égisze alatt nyaralás fedő néven folyt repülőgépes megfigyelő képzése. Mivel a kadétok legnagyobb bánatára ez utóbbi példány sem követték újabb hasonló gépek, ezért a hivatali nyaralások körét nem bővítették. 1926-ban viszont megkezdődött a magyar légierők gatyábarázása, a korábbi szorványos szervezeteket összefogták, és több új kiképző céget hoztak létre, de továbbra is főleg sportegyesület jelzővel. A szervezeti reformokat a nagyobb mennyiségű repülőgép beszerzést tette lehetővé. Első lépésként az angol Bristol vállalattól öt darab iskolagépet vásároltak, de miután nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen módon csak minimális számú repülőgépre tehetnek szert, újraindították a magyar repülőgépgyártást. Ehhez megvásárolták a német UDET U12 Flamingo iskolagépgyártási jogát, amelyből 40 példányt a Székesfehérvári központi repülőgépjavító üzemépített, további 40-et pedig egy magánvállalat, a Weiss Manfred gyár, mindkettőt Hungária néven. A 80 repülőgép nem volt olyan nagy szám, de a korábbi típusonként néhány darabhoz képest így is óriási előrelépést jelentett. Ez fordulópontot jelentett a magyar légierő újraalkotásában, amelyet a világpolitika változása tett lehetővé. Az 1925-ös, de különösen az 1927-es Párizsi Egyezmény jelentősen csökkentette a magyarokat sújtó katonai korlátozásokat. A Légügyi Ellenőrző Bizottság megvesztegethetetlen külföldi tagjai távoztak, és bár a tiltás érvényben maradt, de ezt a feladatot a Magyar állam kapta meg, aki ugye az erős légierő fenntartásában volt érdekelt, ezért azonnal tárgyalások indultak a holland Fokker és a német henkel cégekkel modern katonai repülőgépek hazai gyártásáról, amelyet számos további típus követett. Ekkor hivatalosan még tilos volt a katonai repülőgépek magyarországi gyártása és üzemeltetése, ezért amikor például az 1930-as évek elején a Regiu legyártott 15 darab kétüléses iskolagéppé alakított Fokker C5-ös repülőgépet, mindig egy régi, már használhatatlan rancsot bezúztak, majd a vadi új repülőgépre a régi gép azonosítóját festették fel, mert így papíron nem változott a gépek darabszáma vagy lajstrom jele, függetlenül attól, hogy a használhatatlan, tönkrement gépek helyett vadi építettek. A németekhez hasonlóan idővel a magyar légierő is nyíltan kezdett fegyverkezni, ez azonban már egy másik téma. Utóbbiról a következő videóban lesz szó, már azonban megköszönöm a figyelmet.